Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, ez a Darts magazin első adása. Havi műsorunkban beszámolunk majd a sportág legfontosabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi történéseiről. Kiemelten foglalkozunk az utánpótlással, de igyekszünk majd megszólaltatni legendákat és a világ legjobb játékosait is. Természetesen tanácsokat is adunk, és játszhatnak is velünk. Ez tehát a Darts magazin, a Magyar Darts Szövetség havonta jelentkező műsora. Nézzük, mivel várjuk Önöket a mai adásban. Véget ért a Steel országos bajnokság, megmutatjuk az utolsó forduló eseményeit. Világkupán járt a magyar válogatott, éremmel tért haza a küldöttség. A nemrég megválasztott elnökkel, Balázs Gáborral beszélgettünk. Megszólal egy legenda és egy világbajnok kajakozó is, aki most ismerkedik a dárccal. Csak úgy, mint minden sportág, a darts is sok változáson ment át az évek alatt. Következzen egy kis történelmi áttekintés, honnan, hová jutott a sportág. Bármilyen szócikkeit is lapozunk fel, amikor a darts történetéről szóló írásokat keresünk, szinte mindenki angol eredetű játékként említi, amely alapjában véve igaz is lenne, az íjászat egy bizonyosabb értelmében vett, konszolidáltabb változata volt, amelyet az íjászok a tél hidege elől pubokban elbújva űztek. De az is történelmi tény, hogy a maihoz hasonló kézzel dobott nyilakat először Észak-Franciaországban használtak, bár ezek nagy részét Angliába importálták, az első maihoz legjobban hasonlító nyilak és táblák a csatorna másik oldalán készültek. Legendák vannak arról, hogy az angol lovagok 1415-ben az Agincourti csata előestéjén nyilakat dobálva gyakoroltak, vagy éppen az Észak-Amerika felé hajózó honfoglalók is ezzel mulatták az idejüket. Az is tény, hogy már a 16. században Puff and Dart néven csövön kifújt nyilakkal játszottak táblára, valahol az őshaza mégsem Anglia volt. Bár az ötletet onnan vették, az első eszközök gyártása csak később került át a Szigetországba. A darts történetének két fontos dátuma 1913 és 1924. Előbbi időpont az egyik legfontosabb is talán, hiszen Thomas William Buckle elkészítette a mai napig is használt táblát, a Clock Dart Boardot. Érdekesség, hogy Buckle sosem magyarázta meg, hogy miért alakultak így a táblán a számozások. Egy volt csupán a cél, hogy a legnagyobb szektorok egymástól távol essenek, hogy nehezebb lehessen eltalálni. Sokáig tartotta magát az a legenda, hogy egy Brian Gumlin nevű asztalos ötlötte ki a sorszámozást, de ezt korábban egy a darts legendáival foglalkozó kutató, dr. Patrick Chaplin cáfolta. A másik dátum pedig 1924, amikor Nagy-Britanniában megalakult a Nemzeti Darts Szövetség, ami elkezdte egységesíteni a szabályrendszert és szövetségbe tömörítette a pubokban játszó dartsosokat. 1927-ben rendezték meg az első hivatalos versenyt, a News of the World-öt. Egy Sammy Stone nevű játékosé volt az első dicsőség a sportágban, amely a 60-as évektől kezdett el szárnyalni. Ekkor volt az első hivatalos TV közvetítés is. Egyre több lett a gyártó, és egyre több, és népszerűbb, de addig még helyi versenyeket rendeztek. 1976-ban a British Darts Organization megalakította a Darts Világszövetséget, a WDF-et, innentől pedig felgyorsultak az események a sportág, addigra már tényleg őshazájának számító Angliában. Ők szabványosították a dobó távolságot, illetve a tábla magasságának a méretét is. 1978-ban írták ki az első világbajnokságot, amelyet egy walesi játékos, Leighton Rees nyert. Később aztán korszakos zsenik nőttek fel. Eric Bristow, a darts atya mindene, Phil Taylor felfedezője, ötször nyert WB címet. Sok játékos innen jutott el a világhírig. De 1984-ben számos szponzor távolodott el az addigra már rangos nevet szerző Lakeside-i világbajnokságtól és a BDO-tól is.
A játékosok, főleg a legjobbak, egyre hangosabban hőzöngtek a pénzdíjak és a lehetőségek miatt, míg végül 1992. januárjában 19 rebellis, köztük Phil Taylor is, megalakította a World Darts Council-t, amely a PDC elődje, sőt később maga a PDC lett. Számos vita után 1994-ben rendezték meg először a PDC világbajnokságot, amelyet Dennis Priestley nyert meg, Phil Taylort legyőzve. Taylor aztán a sportág ikonja lett, 14-szer nyert világbajnokságot. Taylor mellett a sportág fontos személyiségévé vált Barry Hearn is. A sport promóter, aki a snooker felvirágoztatása után a boxban is szerepet vállalt, a darts felvirágoztatásáért dolgozott. Nehéz lenne felsorolni, mi mindent tett a mai modern és profi darts sport létrejöttéért, de elég annyi tényt elmondani, hogy amíg 1994-ben 64 ezer fontot osztottak szét a világbajnokságon, addig a decemberben kezdődő tornán már 2,5 millió fontért fognak dobálni az Alexandra Palace-ban. A sportág kézzel fogható fejlődésére jellemző, hogy a darts ma már Hollandiában is nemzeti sport lett. Raymond van Barneveld 4 BDO WB cím után 2006-ban igazolt át a PDC-be, ahol 2007-ben is világbajnok tudott lenni. Neki is köszönhető, hogy kinevelődött egy bombaerős holland korosztály, amelynek legjelesebb képviselője a már minden PDC-s trófeát megnyerő háromszoros világbajnok Michael van Gerwen. Eddig 8-an nyertek PDC világbajnokságot, és a sportág fejlődését talán nem is lehetne jobban prezentálni Rob Cross esetével. A most 29 éves játékos már 11 éves kora óta dobálgatott, de 2015-ig beérte a pubok világával. Aztán 2017-ben egyszer csak feltűnt a legjobbak között a villanyszerelőből avanzsált sportzseni, majd 2018-ban éppen a legenda Phil Taylor búcsú meccsén legyőzve a sportág ikonikus alakját, világbajnok lett. Hearn szerint a következő cél az olimpia, erre pedig a darts az egyik legalkalmasabb lenne a játékokra kandidáló sportágak közül. Fajlagosan talán a legolcsóbb sportág, a népszerűsége pedig már nem csak Angliára és Hollandiára terjed ki, lassan nehéz olyan országot találni, ahonnan egy újabb tehetség nem mutatná meg az arcát és a tudását is egy PDC-s tornán. Ronaldo vagy Messi? Federer vagy Nadal? LeBron James vagy Michael Jordan? A valaha volt legjobb kérdése mindenhol felvetődik, nincs ez máshogy a dartsban sem. Mutatunk pár olyan ikont, akik meghatározóak a darts történelmét tekintve. Ahány sportág, annyi valaha volt legjobb sportoló. Mi most nem próbáljuk meg megtalálni a valaha volt legkiválóbb darts játékost, de bemutatunk pár olyat, aki valamilyen formában megkerülhetetlen a legjobbak népsorát keresve. Phil Taylor, a The Power becenévre hallgató legenda semmilyen felsorolásból nem maradhat ki, amely a sportággal kapcsolatos. 16 világbajnoki cím ugyanazon mérkőzésen elért két tökéletes leg, 1994 és 2010 között egyetlen egyszer fordult elő vele, hogy nem jutott a PDC világbajnokság döntőjébe. Michael van Gerwen. Mighty Mike üstökösként robbant az elitmezőnybe, 17 évesen már World Masters győztes volt. A bajnokok ligáján kívül minden fontos címet legalább kétszer megnyert már. Mindössze 28 éves korára szinte legyőzhetetlenné vált a mezőny számára. Raymond van Barneveld. Barney a BDO és a PDC szervezeténél is kimagasló teljesítményt ért el. Előbbinél 4 WB címet zsebelt be 7 esztendő alatt, utóbbinál 2007-ben nyerte egyetlen világbajnokságát Phil Taylor ellen a döntőben, amely minden idők legjobb darts meccse címen fut azóta is.
Eric Bristow, az 1970-es és 80-as évek meghatározó alakja, ötszörös BDO világbajnok, 1993-ban a 16 sportoló egyike, akik megalapították a PDC szervezetét. Phil Taylort is ő fedezte fel, a kezdetekkor nagyobb összeggel is támogatta a legendává érő Taylort. 2008-ban 60 éves korában hunyt el. John Law. Law az egyetlen játékos a mai napig, aki három különböző évtizedben is világbajnok tudott lenni. 1979-ben, 1987-ben és 1993-ban is ő lett a BDO legjobbja, két World Masters győzelem mellett. 1984-ben az első tökéletes leget is ő dobta televízió képernyőjén. Az biztos, hogy idehaza egyértelműen ikonnak számít. Sokszoros bajnok, nemzetközi szinten az egyik legtapasztaltabb dartsjátékos, és tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy pályafutása melyik szakaszában van, hiszen elmondása szerint képes lehet még arra, hogy felkészüljön és a legnagyobbakkal versenyezzen ismét. Ő hazánk első profi játékosa. Pályafutásáról, a múltról, a jelenről és a jövőről Bezzeg Nándorral beszélgettünk. A dartsjáték egy olyan szabadidős sportág, ami magával tudja ragadni az embert, de nagyon-nagyon. És én is így jártam 1997-ben, egy baráti társasággal találkoztunk először életünkben ezzel a játékkal. Én azelőtt soha életemben nem láttam, és tulajdonképpen azóta egyfajta rabságba szenvedek, és azóta üzem ezt a csodálatos szabadidős sportot. Az első pillanatban az volt a gondolatod, hogy ez egy sportág, ez egy sport? Nem, abszolút nem. Teljesen önfeledt szórakozásnak indult az egész, barátok, sör, humor, semmi másról nem szólt az egész, de aztán úgy döntöttünk, hogy benevezünk egy amatőr versenyre, csapatversenyre, és valami ott történt, ami megszerettette az egészet, és akkor már tudtam, hogy létezik hivatalos forma Magyarországon, szervezett formában is lehet játszani, nagyon megikletett, és úgy gondoltam, hogy belekezdek ebbe az egészbe. És tulajdonképpen így kezdődött, 20-sok évvel ezelőtt, már ki sem tudom számolni. Emlékszel arra, hogy mi volt az áttörés, ami azt jelentette számodra, hogy innentől kezdve ezzel komolyan fogsz foglalkozni? Mert nyilván nem az a verseny, az csak egy lehetőség volt, de ott valaminek történnie kellett. Igen, az első vereségünk az volt, az nagyon fájt, mert ráadásul az a vereség az egyben kiesést is jelentett. Nem tudom, azt éreztem, hogy ez így nem érhet véget, úgyhogy megpróbálkoztam a hivatalos formába. És utána gondolom ez egy lavina. Ahogy mondtad, hogy valahol rabul ejti az embert, és nyilván azt látjuk mi is egyébként, akik kívülről figyeljük ezt a sportágat, hogy elképesztően dinamikusan fejlődik, és valószínűleg te ennek a részévé váltál, hiszen azért a sportág fejlődése az valahol egyezik azzal, ahol te elkezdted és elindult ez az egész pályafutás. Ez így van, ez a játék a mai napig a szórakozó helyek világából indul, és egészen a profi játék, a profi színpadig. Ott a top és a csúcs, tehát bármilyen szinten lehet ezt képviselni, bármilyen gondolatisággal. Azt szoktam megfogalmazni, hogy a darts világ az igencsak kasztos, mindenki megtalálja magának azt a réteget, ami itt a legjobban érdekli és vonza. Természetesen engem nem ez vonzott, hanem ebből kitörni és egy komolyabb szintet, megtanulni a játék metodikáit, minél jobb teljesítményt elérni. És hát ez végül odáig vezetett, hogy 2,5 év alatt elértem az első válogatottságot, pár év után párosba a bajnoki címet szereztem, majd 9 évvel a pályafutásom kezdet után megszereztem életem első egyéni bajnoki címét. Te eredményeid, amiről beszéljünk most már nagyon őszintén, ugye te vagy az első olyan magyar játékos, aki PDC világbajnokságon képviselte a magyar színeket. Az eredményeid tekintetében te elégedett vagy? Van még esetleg olyan cél előtted, ami kitűzhető és megvalósítható? Vagy úgy érzed, hogy nagyjából a pályafutásod az most a helyén van? Én azt gondolom a pályafutásomról, hogy egy picivel többet értem el, mint amit a lehetőségeim biztosítottak, úgymond. Hát lassan 50 éves leszek, még mindig ott van bennem az erő, ezt érzem, hogy mit hoz a jövő, nem tudom.
jelen pillanatban sokkal többet foglalkozok másokkal, mint önmagammal. Erről majd beszélhetünk később, úgyhogy jelen pillanatban egy ilyen stagnáló, háttérmunkát végző és sokkal többet másokkal foglalkozó személye vagyok a magyar dárc életnek, mint hogy önmagammal tenném ugyanezt. Ez egyébként egy kortalan sportág? Bizonyos tekintetben igen. Mondjuk attól is, hogy mikor kezdi az ember, mikor fejezi be, azt szokták mondani, hogy kortalan. Szerintem minden sport kortalan, tehát 90 évesen is le lehet futni egy maratont, nyerni nem lehet. De attól függetlenül a maraton is egy kortalan sport, hát a dárc ez igen jellemző. Itt az a legfontosabb, az eddigi világrekorddel, ha jól emlékszem, John Law, aki 64 évesen vonult vissza a profi dárctól. Hát az elég szépkor, meg azért elég egyedülálló, úgy gondolom. Akkor érezte azt, hogy ő már nem fog tudni olyat letenni az asztal, ami őt megikletné, vagy tovább lenne érdemes folytatni a pályafutását, és inkább pihenőt választotta. Ki volt az, aki a legtöbbet segített neked ebben a sportágban és ebben a pályafutásban? Lehet család, lehet szakmai szempontból megközelíteni, vagy is, de szerintem fontos lehet, hiszen azért ez egy hosszú és nagyon eredményes pályafutás eddig. Nem csak a pályafutás hosszú, hanem az a lista is az lenne. Ez egy külön műsorban is beleférne esetleg, ez egy olyan kérdés. Hát nyilván nagyon sok a család, az nagyon sokat segített, tolerálta azt, amit én művelek, tolerálta a rengeteg távollétet, utazást. Nyilvánvaló, hogy van egy családi háttér. Voltak mögöttem mindig olyan emberek, akik segítettek. Ebben nagyon nagy szerencsém volt, mindig akik előbbre vittek magukkal. Ez nem olyan, amit egyedül lehetne művelni, mindig kell az ember mögé valaki. Úgyhogy, ha lehetséges, én mindannyiuknak köszönöm, akik majd ezt megnézik, ezt a műsort. Még egyszer mondom, nem kezdek bele a felsorolásba, mert rengeteg emberről van szó. Egyet szeretnék megemlíteni, Völgyi Sándor, ő volt pályafutásomnak a top vezetője, top menedzsere, top segítője. Ő borzasztó sokat tett azért, hogy ezeket az eredményeket elérjem, de sajnos nagyon korán távozott közülünk, úgyhogy valójában az ő halála az én pályafutásom további létezését kettés törte. Tehát ott meg is álltunk valamilyen formában. Soha többet nem alakult ki az az emberi viszony és kapcsolat, ami szükséges ahhoz, hogy egy eredményes sportol lehet űzni, vagy bármi. E tekintetben megszűnt, és ezt 2008-at írtunk ekkor, akkor még önerőből tartottam magam nyilván, de utána már nem jött össze az a közös munka senkivel, ami azt pótolta volna, amit Völgyi Sándor. Mit kaptál ettől a sportáktól? Önismeretet. Leginkább azt kaptam. Abban nagyon sokat segített. Nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy önismeret nélkül nem fog tovább fejlődni, mikor egy bizonyos szintet elértem, és nagyon sokszor ültetett le ez a sportág átgondolni mindent. És ezek nagyon fontos pillanatok voltak és gondolatmenetek. Az önismeret talán az, amit a legtöbbet kaptam ettől a sportban. Lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, de kíváncsi vagyok. Megbecsülést kaptál ettől a sportágtól, a hazai szervezettől, a szurkolóktól, a csapattársaitól, az ellenfeleittől? Nagyon kíváncsi vagyok, mert ugye nagyon kevésbé ismerjük ezt a sportágat belülről, tehát hogy működik ez nálatok? Téged gondolom azért itt egy nagyon elismert és megbecsült sportolónak tartanak a sportágon belül. Magyarországon mindenképp a dárc egy nagyon zárt világot takar. De attól függően, hogy a zárt világ, egy mikrovilág, ugyanazok az elemek megtalálhatók benne, mint a nagy makrotársadalomban, úgyhogy kaptam hideget, meleget, nyilvánvaló. Voltak barátaim, voltak ellenségeim, kaptam megbecsülést, kaptam gyűlöletet, kaptam hazugságokat, kaptam lejáratást, tehát minden benne volt, ami csak lehetséges, de ez mind szükséges volt ahhoz, hogy eljussak idáig. Van bármi, amit ha most kezdenéd, vagy most lennél a pályafutásodnak a legideálisabb szakaszában, akkor másképp csinálnál? Nem hiszem. Nem. Én nem bántam meg semmit, amit tettem. Én azt gondolom, mint ahogy említettem is már egy gondolatban, én azt érzem, hogy többet értem el, mint ami arra a lehetőségeim garanciát adtak volna, úgyhogy nem hiszem, ugyanezt csinálnám most is.
beszéljünk egy picit a sikerekről. Mi az, amire a legbüszkébb vagy? Nyilván ez most közhelyszerű, és talán butának is tűnik a kérdés, hiszen az az ember, aki Magyarországot először egy nagyon komoly világbajnokságon képviselette, nyilván arra a legbüszkébb, de azért nyilván vannak ennél számodra akár fontosabb eredmények is lehetnek. Igen. Ez egy nagyon fontos pont volt tényleg, és mindenképp ott van a dobogón, de amire leginkább büszke vagyok, 2010-ben még egy teljesen más rendszerben zajlott a Profiliga versenysorozata, mint most, úgymond, hogy nyílt volt az európai túr. És azon az európai túron, ami egyenrangú volt a világbajnokság színvonalával, hanem erősebb, mert onnan nem lehetett kizárni ugye senkit kvalifikációs tornákkal, meg ranglista alapján. Tehát egy sokkal sűrűbb mezőnyben, ráadásul 256-os táblán, a legjobb 16 közé verekedtem magam, és ez volt a top eredményem a Profiligában, erre vagyok talán a legbüszkébb, ami az eredményeket illeti. Zárjuk egy hasznos üzenettel a fiataloknak címezve. Te, mint hát a jelenkor és az elmúlt időszak legnagyobb darts játékosa, mit üzensz a mai fiataloknak? Mi kell ahhoz, hogy belőlük ilyen játékos válasson? Megfelelő gondolkodásmód és kitartás. Ez a kettő. Ne adják fel soha. Ha valamit szeretnének elérni, akkor csak előre, csak előre, csak előre. We've got a wild love, raging, raging. Októberben véget ért a Steel országos bajnokság. Visszatekintőnkben megtekinthetik az utolsó játéknap történéseit, és megmutatjuk azt is, hogy a végletekig kiélezett bajnokság legvégén kik lehettek a legboldogabbak. Ez a nap is eljött. Az idei Steel országos bajnokság utolsó fordulója Budaörsön. Mindenki nagyon izgatottan várta főleg a hölgyek versenyét, ahol a végletekig kiélezett maradt a bajnoki cím sorsa. Ihász Veronika várta a legjobb pozícióban a 8. fordulót. Elég nehezen indult ugye az évem és a szezonom is, mivel nemrég szültem és pici babam elől jöttem vissza. Jól sikerült indítanom, sajnos az utolsó bajnoki fordulón volt úgymond egy bótlásom. Nagyon jó játékkal kikaptam, így még mindig nyitott a bajnoki cím, de remélem mostani fordulón eldől, hogy ki lesz az, és sikerül behúznom. A férfi mezőnyben Takács Gábor már korábban bebiztosította első helyét a bajnokságban. Ennek ellenére ugyanolyan elszántsággal vágott neki az idei utolsó OB versenynek, mint az előzőeknek. Jó érzés, sikerült 4 év után újra, tehát 2014 után újra magyar bajnoknak lenni. Ez a mai nap, ez már csak nekem a játékról szól, és felkészülés a világkupára. Próbáltam odafigyelni, próbáltam arra koncentrálni, hogy egészében jól összeszedetten játszak, kijutni esetleg a világkupára válogatottnak lenni, és próbáltam évelején olyan célokat kitűzni, amiket lehet teljesíteni. Egyik ez volt a magyar bajnoki cím megszerzése. Egészen a legjobb 8-ig mindenki szépen vette az akadályt a férfi esélyesek közül, de a negyeddöntőben a második kiemelt Rucska József búcsúzott Prés Nándor ellen. A hölgyeknél leközben már kialakult a finálé párosítása. Ihász Veronika és Csombok Krisztina várta a férfi kiírás döntőjét, hiszen a két nem egy időben dobhatott az országos bajnoki címért. De folytassuk akkor a férfiak versenyével. Az egész nap kiváló formát mutató és a legutóbbi 3 fordulóból 2 megnyerő Kovács Patrik a magyar bajnok Takács Gábor ellen léphetett tábla elé az elődöntőben. Patrik végül 2-1-es szettarányjal bejutott a döntőbe. A másik elődöntőben Prés Nándor és Petrács Gábor küzdött egymás ellen. A nap végén pedig jöhetett a két döntő, a férfiaknál Kovács Patrik, a nőknél Ihász Veronika nyert, utóbbi ezzel a magyar bajnoki címet is elhódította.
Azt tudom mondani, hogy kiegyensúlyozott játékot tudtam hozni. Hát az elején voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de az az igazság, hogy nem sok. Tehát az utóbbi időben, hál' Istennek, a minimálisra csökkent ez a kis ingadozás. Mai napom nagyon jól sikerült, nagyon jól játszottam egész nap, sajnos a döntőbe annyira nem ment a játék, mert nagyon sokat kellett várnunk, több mint 4 órát, de hála az égnek behúztam, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült az utolsó fordulót megnyernem. A VDF világkupát 2019-ben Románia rendezte, így sokat nem kellett utaznia a mieinknek. A népes magyar delegáció kitett magáért, és nagy örömünkre a mieink éremmel térhettek haza a versenyről. Az országos bajnokság ugyan még zajlott október elején, mégis sokaknak már a romániai világkupa járhatott a fejében. A kiutazás előtt a válogatott több tagjával is beszélgettünk. Nekem ez egy hatalmas elvárásom, hogy a lehető legtöbb mindent ki tudjak magamból hozni. Más lesz kimenni, így Európa bajnokként, de nagyon figyelni fogok arra, hogy ez a tábla előtt nem mutatkozzon meg, és esetleg nehogy emiatt játszak rosszul. Csak a saját játékomra fogok figyelni, magam ellen fogok játszani, szóval szerintem nem lesz semmi baj. Úgy gondolom, hogy nagyon erős válogatottal fogunk kiutazni. Én magam részéről annyit tudok mondani, hogy én duzzadok úgymond az önbizalomtól, nagyon jól sikerült az utóbbi idő felkészülése, úgyhogy nagyon remélem, hogy ha másban nem is, de csapatban valami hasonlót fogunk tudni produkálni, mint tavaly. A reményekről lehet mondani sok mindent, ki miben reménykedik, reménykedjünk egy pénteki játéknapba, esetleg egy szombati játéknapba. Sajnos olyan sok az ismeretlen, olyan válogatottak például, mint nálunk a férfiaknál a csoportban Etiópia, nem tudjuk milyen játékerőt képvisel, illetve a párosban Egyiptom, nem tudjuk milyen játékerőt képvisel, lehetnek nagyon jók, lehetnek nagyon rosszak, ez ott helyben fog kiderülni. Hullámvasút. Egyetlen szóval így lehet jellemezni az október elejé VDF világkupa magyar vonatkozású eredményeit. Voltak csalódások és nagyszerű teljesítmények is Romániában. Vegyük sorba, mi is történt a világkupa alatt. A megérkezés után egy közösen eltöltött estével kezdett mindenki, az összes ország felvonult és fotózkodott a Grand Hotel Itáliában. Az első igazi versenynapon női párosban összejött egy bravúros 9. hely. Az erdei fekete duó a 64 között esett ki egy spanyol egységgel szemben, az Ihász Ölei pár azonban szépen menetelt. Előbb luxemburgi párost vertek, majd koreait, aztán németet, a végállomást pedig a skótok jelentették. A női csapat sajnos a csoportban ragadt. Ausztrália és Skócia mögött a 3. helyen végzett, így nem jutott tovább. Férfi csapatunk a csoportban legyőzte 9-5-re Japánt, majd Svájcot, amellyel bejutott a legjobb 32 közé. Ott viszont kihagyott egy nagy lehetőséget, hiszen kikapott Lettországtól. Férfi egyéniben Rucska Józsefnek sikerült a legjobban teljesíteni, hiszen a 32 közé jutott. Női egyesben Ihász vitte a prímet, szintén a 32 között kapott ki egy roppant nehéz ellenféltől. A legnagyobb sikert az IFIK szállították. Fió Tibor lányai Laci Viktória és az Európa-bajnok Kovács Tamara a bronzérmet szerezte meg párosban, ezzel 2015 után ismét sikerült érmet hazavinni. Akkor is egy lánypáros érdeme volt ez, Cipó Vivien és Neumayer Kitty lett a 3. Balázs Gábor pár hónapja vette át az elnöki posztot a Magyar Dárt Szövetségben. Az elmúlt pár hónapban már komolyan belevetette magát a munkába.
A dárt szeretete mellett azonban kiderült, szívébe zárt egy egészen más sportágat is. Balázs Gábor nemrég került a Magyar Dárt Szövetség élére, de már most tele van ötletekkel. A feladatokról, célokról és kicsit az amerikai futballról is beszélgettünk vele. Sokan Magyarországon, én is úgy kerültem kapcsolatba, hogy tévében néztem a közvetítést. Ugye karácsony és új év között nyilván az ember először a PDC világbajnoksággal találkozik. Egyrészt maga a közvetítés, ami volt a Sport TV-ben, annak a hangulata és minősége, másrészt a kinti hangulat ugye megragadja az embert magával, és akkor így indul az ember. Én akkor nagyon gyorsan léptem, rendezvényszervezéssel foglalkoztunk, hallottuk, hogy lesz egy ilyen amatőr verseny, és akkor két főszervezőt, aki megegyezett a közvetítő két emberrel, megkerestem, hogy elmennék, megnézném, hogy ott mi folyik. Nyilván ott teljesen más folyt, mint kint Angliába, de az is nagyon meghatározó élmény volt, hogy mennyien dárcoztak itt egy amatőr versenyen akkoriban. A dárc népszerűségét, meg a dárcnak a tömegbázisát megítélni nagyon nehéz. Ugye szét kell választanunk ezeket a fogalmakat, mert ugye van egy nagyon nagy passzív bázis, aki nézi a tévén. Ben ezt is ketté lehet választani, mert van, aki egész évben követi az eseményeket, és van, aki csak a világbajnokságot nézi, akkor van ideje, az ragadja magával. Ugye nyilván ők vannak a legtöbben, ez szinte, nem mondom mindenki, de passzív nézőként talán mindenki, még a háziasszonyok is bekapcsolódnak ennek a nézésébe. Utána van egy második kör, akik valamilyen szinten űzik. Ugye ebből vannak, akik kocsmákba járnak, kocsmákba dárcoznak, illetve vannak, akik már valamilyen szinten versenyrendszerű, akár amatőr versenyben, akár a dártszövetségnek van egy ilyen félig amatőr versenyrendszer, ez a Magyar Darts Liga, abba vesz részt annak a küzdelmeibe. És emellé vannak ugye a magyarországi versenyzők, akik nem mondom, hogy egy szűk réteg, mert több mint 1000 főnek van valamilyen versenyengedélye, tehát majdnem 2000 fő az, aki így megmozdul dárcos szinten, akit mi már nyilván is tartunk. Ebből viszont egy szűkebb réteg az, aki ugye a nemzeti bajnokságban részt vesz, és egy még szűkebb réteg, aki világversenyekig eljut valamilyen szinten. Szakmailag azt látjuk, hogy minél több versenyt kell elérni a versenyzőinknek, főleg olyat, ahol nemzetköziek indulnak erre. A következő lépésünk az lesz, hogy van egy világkupa, ami Magyarországon van. Ez két verseny egy hétvégén. Szeretnénk, hogyha ez két hétvége lenne és négy verseny. Ezzel amúgy a World Darts Federationnek a szervezetében nagyon előkelő helyre lépnénk, mert csak egy pár ország rendez kettőnél több versenyt. Tehát ez az egyik, amit szeretnénk meglépni. Szeretnénk ennek a kategóriáját is növelni, nyilván ez a nemzetközi szabályok miatt nem megy egyik napra a másikra, tehát ez minden évben egy kategóriát tudunk ugrani. Mondhatnék ilyen kisebb és racionálisabb célokat, hogy előbb-utóbb szeretnénk egy kis busz bérelni, vagy dízingelni a szövetségnek, és akkor ugye ki lehet járni a környező versenyekre. Ugye fölmerült ez, hogy legyen a Magyar Dárt Szövetségnek valami központja, ahol edzéseket, versenyeket lehet lebonyolítani, nyilván ez is a célunk. Alapvetően mi szeretnénk azt, hogy több hazánkban rendezett világverseny legyen. Erre szerencsére azt gondolom, hogy a támogatói kör is megvan, tehát ezek nyilván nem olcsó rendezvények, tehát hogy ezek azért pénzbe kerülnek, de országimást építenek és a versenyzőknek is jót tesznek, illetve hát azt is szeretnénk, ha a versenyzők minél több helyre el tudnának jutni. Másik hobbim, ha így szabad fogalmazni, a darts mellett az amerikai foci, azt nyilván nem űzöm, hanem nézem, és ott még a szövetségbe nem vállaltam szerepet. Ugye látható, hogy egy pár meccsre már sikerült kijutni ugye az elmúlt években, úgyhogy ezeknek a kisebb ilyen relikviáit gyűjtöttem össze. Magyarország egyik legnagyobb darts terme, a Prince of Darts Budapesten található, nagyon sok verseny otthona. Tulajdonosával a helyszínről, a játékról és az erekje gyűjteményről is beszélgettünk.
20 éves álom vált valóra akkor, amikor megnyithattuk ennek a csodálatos sportnak ezen hazai szentélyét. A mondat, amely a Prince of Darts Club weboldalán olvasható, és amikor az ember belép a szentélybe, akkor azonnal érzi, hogy olyan helyet álmodtak meg, ahol mindig barátságos a légkör, ahol minden adott a kikapcsolódáshoz, ahol mindegy, hogy csak baráti dartsozás, vagy éppen egy kőkemény házi verseny zajlik, a hangulat mindig magával ragadó. Ez egy 20 éves álom vége. Annak idején én a dartsba ott voltam, pocsékjátékosként, hozzáteszem, ezt mindenkinek elmondom, ugyanakkor viszont a szívem csücske a játék, és 3 éve gondoltuk azt, hogy megvalósítjuk ezt az én álmomat. Ez az álom gyakorlatilag arról szólt, hogy azt kell mondjam, hogy az ország talán Európa a legnagyobb darts termét csináljuk meg itt a belvárosban. Ez azt gondolom, hogy sikerült. 16 táblán dobálnak az emberek, fékevesztetten, és azt gondolom, hogy rengeteg rendezvényünk volt azóta, rengeteg külföldi jön hozzánk, és nagyon köszönöm, hogy egyáltalán itt lehetek, mint tulajdonos. A főteremben 12, a VIP teremben pedig plusz 4 darts tábla van, a kor minden szakmai követelményének megfelelően megvilágítva és kialakítva. A darts összehoz, összekovácsol, ami tulajdonképpen minden nap kézzel fogható, illetve leginkább látható és érezhető a helyszínen. Azért jönnek le, mert fogalmuk nincs, hogy hova jönnek le. Aztán a második hirtelen gondolat az, hogy ez nem is rossz. Amikor elmondjuk nekik egyébként, hogy miről van szó, amikor egyébként a társaik elmondják nekik, hogy miről van szó, és elkezdik dobálni, és ráadásul most a végén már az, hogy nem össze-vissza, hanem tényleg konkrétan számra dobálnak, akkor elkezdik ezt az egészet élvezni, és halálosan jó esték kerekednek ki ebből. A baráti összejövetelek vagy az egyéni kikapcsolódás lehetősége mellett nagyon sok szervezett esemény helyszíne is a Prince of Darts. 200 verseny fölött vagyunk egyébként a 3 éves múltat figyelembe véve, illetve ezek a team buildingek, csúnyán mondva csapatépítő tréningek tömkelege működik. Azt kell mondjam, hogy nem panaszkodom, tehát szerintem nagyon sok ember felfogta ennek a dartsnak a kohéziós jellegét, tehát az összetartóját. A 16 tábla az predesztinál arra, hogy nagyobb versenyeket rendezzünk. Tehát amellett, hogy a pub jelleget szeretném kihangsúlyozni, illetve azt a kohéziós erőt, amiről az imént beszéltünk, de a 16 tábla, azt kell, hogy mondjam, hogy Európa és világszinten is egy nagyon komoly termet és felvevő helyet takar, minél igényesebb versenyek is legyenek itt. A falon díszelgő relikviákra is nagyon büszke lehet a sportbár, a legnagyobb világsztárok a világ minden tájáról, versenyéről küldik a személyes üzeneteiket, amelyek nem csak a hely tulajdonosának, hanem a játékosoknak is kellő motivációt és inspirációt jelentenek. Sokkal találkoztam is, de nem viszem el a pálmát. Tehát vannak barátaink külföldről, akik járják ezeket a versenyeket, és miután tudják, hogy a Prince of Darts egy szentély, egy budapesti, magyarországi kvázi erekje tartó, ezért nagyon sokan gyűjtik ezeket a relikviákat, és elküldik nekünk, amit mi bekeretezünk és kirakjuk a falra. 2 hónappal ezelőtt a darts királya Bobby George itt járt Magyarországon, de nem a darts miatt. Ám itt tartózkodása alatt 3-szor is megtisztelte jelenlétével a Prince of Darts klubot. Beszélgetett, szórakozott, tanácsot adott, és elmondása alapján hihetetlen élményekkel gazdagodott, és lenyűgözte őt a hely varázsa. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy hazaérkezése után egy komplett relikvia csomagot küldetett német Csaba tulajdonosnak, aki nap mint nap meghatódva áll a világhírű vitrin előtt.
A Prince of Darts Club azon túl, hogy Európában is egyedülálló színvonalat és légkört biztosít a dartsozni vágyóknak, bajnokokat is ad a sportágnak. És ki tudja, egyszer talán Michael van Gervent vagy Phil Taylort is láthatjuk majd játszani a Szondi utcában, és utána ők is csodálatos relikviákkal lepik majd meg a tulajdonost és a hazai darts közösséget. Minden adásban beszélgetünk olyas valakivel is, aki nem a darts világában éli mindennapjait. E havi adásunkban Kulifai Tamást, világbajnok, valamint olimpiai ezüstérmes kajakosunkat állítottuk a tábla és pár kérdés elé. Tamás, akkor légy szíves, kezdjük azzal a kérdés, hogy mikor találkoztál először a darts sportágával? Ez jó kérdés. Hát nekem volt kiskoromban egy dárztáblám otthon, de az még ez a lyukocsos műanyag, amit zenélt, mondta, hogy mind dobtam. Aztán egy 2-3 éve mentünk le egy baráti társasággal a Pesten a Prince of Darts-ba, és ott ismerkedtem meg ezzel a sportággal. És mi volt az első benyomás? Az első benyomás az volt, hogy maga a hely nagyon hangulatos, hogy van egy csomó versenypálya, és akkor mutattak nekem különböző programokat a telefon, ami számolja a pontokat. Lehet közben kicsit lazítani, sörözni, barátokkal, ismerősökkel, és ez így megfogott, hogy miközben az ember lemegy és pihen, még tud versenyezni is, a koncentrációban is segít, és meg egy ilyen tök jó időtöltés. Tehát azt mondom, hogy így pár hetente lemenni, jól feltölti az embert. TV-ben esetleg nézed, vagy nagyobb versenyeket szoktad figyelemmel követni? Igen, ott a világbajnokság volt decemberben, vagy hát karácsony környékén van. Azt mindig nézem, az nagyon jó. Na és ki a kedvenc? Van esetleg kedvenc játékos? Hát most mondhatnám azt, akit mindenki mondta, hogy Van Gerven, meg... De így nincs aki, hogy szukkolni szoktam, inkább a kicsit esélytelenebbeknek szoktam. Mindig van egy-két fekete ló, akik meglepetést okoznak, és akkor nekik szoktam szurkolni, hogy nem mindig ugyanaz nyerjen. Azon gondolkoztál már, hogy mondjuk mi lenne a bevonuló zenéd? Ugye ez nem. Része. És mondjuk ha most itt hirtelen kéne mondani valamit, vagy akár pár dobás közben, gondolkodás után, milyen zenét választanál, egy ilyen rockosabb, popposabb vonalat, melyik lenne? Hát akkor világon? Inkább elmennék a humor oldalára, és akkor csinálnék valami, tehát nem egy ilyen motivációs zenét, hanem valami, uh-huh. valami viccesebbet, ami valahogy kapcsolódik hozzá, de most így nincs konkrét ötletem. És mi lenne a beceneved, mert ugye ez is fontos része. Hát még ezen se gondolkodtam. Mondtad, hogy a világbajnokságot szoktad követni. Mi? Karácsony környékén. Van olyan mérkőzés, ami így nagyon megmarad benned? Vagy kedvenc pillanat? Ez jó kérdés most. Mióta nézed mondjuk? Egy 3 éve, de... Volt egy ilyen, egy nagyon fordulatos, végtelen kérezett döntő, de most nem tudnám megmondani, hogy... Sok volt. Hát az a baj, hogy most nézik a dárcosok a műsort, akkor szégyenben maradok, hogy nem tudom a neveket annyira. De van az a kultikus dárcos, aki most tanult vissza. Nem Taylor. Tudom, mert, szerintem a Taylorra gondolom. Phil Taylor, igen. Mm-hmm. És neki azt hiszem az utolsó meccsét néztem. Mm-hmm. Ami is mondtak, hogy utána ő vissza is vonul, és nem emlékszem pontosan a végeredményre, de annyira nagy történelmi pillanatnak számított, hogy az ott megmaradt bennem, és mondták, hogyha innentől kezdve visszavonul, akkor
akkor egy nagy űrt ma hagy maga után is. Nem lesz ugyanaz, mert már nagyon régóta ott volt, és igazából az ő hátán nőtt föl ilyen népszerűre ez a sportág. A november első hétvégéje, akkor Dreher Hungarian Open immáron 21-szer. A verseny, ahol kipróbálhatják tudásukat azok is, akiknek nincs versenyengedélye, de természetesen ezúttal is megküzdenek egymással a legjobb ifjúsági versenyzők, és izgalmas csatákra van kilátás a felnőtteknél is. A helyszín ezúttal is a Hungaria City Center. 1999-ben rendezték meg először a WDF Hungarian Open-t. Rögtön magyar siker született, Székely Levente legyőzte Koch Robertet a döntőben. Aztán 2004-ig csak a döntőbe jutás volt a legjobb eredmény, kétszer is Szőke Attilának sikerült a bravúr. 2004-ben Turi Tamás nyert, 2006-ban Székely Pál volt döntős, majd Domonkos Sándor és Bezzeg Nándor lett második. A nőknél Fekete Nóra 2002-ben, majd 2005-ben is nyert, előtte 2004-ben Kautsky Nóra, míg 2009-ben Ihász Veronika lett első. 2008 óta van fiú, és 2013 óta lány verseny is. A fiúknál 2013-ig csak magyarok nyertek. Tax Tibor, kétszer Darányi Zoltán, majd háromszor egymás után Kovács Patrik győzött. A lányoknál 2013-ban Réti Ramona nyerte az első versenyt. A tavalyi versenyen 150 férfi nevező mellett 30 hölgy, valamint 28 fiú és 5 lány versenyző indult a Hungarian Classicon és Hungarian Masters-en. Idén is nagyon sok indulóra és izgalmas csatákra van kilátás. A Dreher Hungarian Open-en történteket önök is megnézhetik, itt a Sporttelevízióban, november 5-én és 6-án, este 20 óra 45 perctől. Ez volt a Darts magazin első adása. Legközelebb december elején foglaljuk össze önöknek, hogy mi is történt a sportágban. Addig is nézzék a Darts közvetítéseket itt a Sporttelevízióban. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!